22%-kal több új autót vásároltak 2018 első 6 hónapjában a tavalyi év hasonló időszakához képest. Az új autó piacra visszatértek a magánvásárlók, ők bonyolították a járművásárlások közel 50%-át. A használt autók eladásának száma is nőtt, mintegy 15%-kal. A Magyar Gépjárműkereskedők Országos Egyesületének alelnöke szerint a növekedés az alacsony kamatoknak köszönhető, illetve annak, hogy emelkedtek a lakossági jövedelmek. Suzuki, Skoda, Ford. Ez volt a három legkeresettebb autómárka 2018 júniusában. Az autópiac ebben az évben eddig minden hónapban pozitív változást mutatott, most pedig a fél éves összesített adatok is megjelentek, amelyek szintén azt mutatják, egyre aktívabb az autópiac. Folyamatos emelkedés van már 4-5 éve, egyenletes 15-20%-os emelkedés van minden évben. Ez az évben azt hiszem 22%-os, a tavalyi év ugyanezen időszakához képest. Az új autópiacon azt lehet mondani, hogy visszatértek a magánvásárlók is, már a teljes eladás majdnem a felét magánszemélyek teszik ki, a többi még mindig cég és közület. A használt autópiacon is egy kb. 15%-os emelkedés történt a tavalyi évhez képest, itt elsősorban magánvásárlók dominálnak. Ha a két évvel ezelőtti adatokhoz viszonyítunk, akkor viszont másfélszer annyi autó került forgalomba, mint 2016-ban. Ezt már az autonavigator.hu weboldal főszerkesztője nyilatkozta. Katona Mátyás hozzátette, a június volt a csúcs hónap eddig az évben, több mint 14 000 személyautót helyeztek forgalomba. Tavalyi évhez képest nagyjából a harmadával nőtt a személyautó értékesítés, viszont hogyha a két évvel ezelőtti szinthez viszonyítjuk, akkor egy másfélszeres szorzót láthatunk, tehát másfélszer annyi személyautó került forgalomba idén, mint 2016-ban. Egyébként a június volt a csúcs hónap az idei év autópiacán, több mint 14 000 személyautót helyeztek forgalomba. Egyértelműen vezeti a dobogót a Suzuki, második helyen áll a Ford a személyautóknál, de egyébként, hogyha a haszonjármű személyautó értékesítést összesítetten nézzük, akkor a Ford az első, a személyautóknál harmadik a Skoda, és a negyedik helyre csúszott vissza az Opel, ami több éven keresztül az első volt. Ugyanakkor nagyon jelentősen jön felfelé a Toyota, már az ötödik helyen van. A vásárlók sok esetben használt autót keresnek, de ott is több feltétel alapján. Főleg fiatalabb, 5-6-8 éves korig keresnek autókat, és főleg benzines modelleket keresnek. Ez egy fontos tendencia mind az új, mind a használt autópiacon, hogy megfordult a dízel és a benzines autók vásárlási aránya. Korábban nagy számban dízelautókat kerestek, most meg pont fordítva, most elsősorban benzines autókat keresnek. Új autóvásárlás esetén pedig egyre többen keresnek szabadidőautót. A Suzuki ugye továbbra is gyárt Magyarországon autókat, a legnépszerűbb modell a piacon a Vitara, ami egy szabadidő autó. Ugye ez esztergomi gyártású, elég jó ára van, ugye nagyon sokat kapott ebből egyébként a rendőrség, illetve a honvédségi flottába is kerültek szép számmal, de a magánvásárlók között is nagyon népszerű. A piacon egyébként elég egyértelműen látszik a szabadidő autóknak a népszerűsödése. Az eladások 37%-át ma már a szabadidőautót. Az eladásoknak ma már a 37%-át szabadidőautók teszik ki. Ugyanakkor a 10 legnépszerűbb modell listáján 5 modell crossover vagy szabadidőautó. Egyértelműen térnek vissza a magánvásárlók is az autópiacra. A százalékos arány az ugyanakkor még mindig túlnyomó részt a flottások felé hajlik, de természetesen számos olyan céges vásárlás is van, amelyeknél valójában magánszemély használja az autót, csak mondjuk kisvállalkozásban, de cégnévre kerül az autó. Ugyanakkor egyre jelentősebb a magánvásárlók visszatérése. Igen, ez egyértelmű. Gulyás József már említette, hogy megfordult egy tendencia, és a benzines autókat keresik a vásárlók. Ennek is több oka van. Nyilván itt környezetvédelmi szempontok vannak, itt ugye volt egy pár év ez az úgynevezett dízelbotrány, és megváltoztak a szokások, tehát ha az emberek nem utaznak hosszú távokat, nem mennek hosszú utakat, akkor jó alternatíva inkább a benzines, vagy a hibrid, vagy esetleg elektromos hajtású gépkocsik vásárlása.
Az autonavigátor.hu főszerkesztője azért azt hozzátette, hogy Magyarországon korábban is inkább a benzines autókat keresték a dízelüzeművel szemben. A hazai piacon igazság szerint mindig is túlnyomó részben benzinest adtak el. Nyugat-Európában más a helyzet, ott ugye vannak olyan országok, ahol zömében dízelt adnak el. Nyilvánvaló, hogy a dízel autók egyrészt drágábbak, másrészt a hosszabb utazásokhoz ideálisak. A magyarországi átlagos futás az jellemzően kedvezőbb a benzines üzemű autók számára, illetve árérzékenyebbek a vevők, emiatt inkább az olcsóbb benzines autókat választják. Tehát ez a hazai piacon igazából nem okoz olyan nagy változást, ugyanakkor az tény, hogy ha európai eladásokat nézzünk, akkor valóban csökkent a dízelautó eladás, a hazai piacon is csökkent, csak itt kisebb mértékű a változás, és természetesen amiatt csökkennek, hiszen kirobbant már évekkel ezelőtt a dízelbotránynak nevezett ügy, amikor kiderült az, hogy nem tudják azokat az emissziós szinteket, amiket korábban hirdettek. Emiatt egy új mérési ciklust, a VLTP ciklust is bevezetik idén ősszel, és az érdekesség, hogy ennek egyébként számos benzinmotor sem tud megfelelni, és számos olyan modellt találhatunk a piacon, amelyek jelenleg csak dízelmotorral érhetőek el, benzinessel nem. Úgyhogy vannak nagyon érdekes változások az autópiacon, valóban csökkent egy kicsit a dízel eladás, de itthon ez kisebb mértékű. Kis haszonjárművekből júniusban az előző év azonos időszakához képest 31,1%-kal többet, 2145-öt helyeztek forgalomba Magyarországon. Az első fél évben az előző év január-júniusi időszakához képest 19,8%-kal 10.625-re nőtt a forgalomba helyezett kis haszonjárművek száma a kárinfo.hu adatai szerint. A nagy haszonjárművek eladása júniusban 3,4%-kal bővült, 544-et helyeztek forgalomba. A májusi visszaesés ellenére folytatódik a növekedés, amely függ a nagy szállítmányozók flotta beszerzéseitől, illetve a havi átadások alakulásától. A közúti nehézpótkocsi piac tavaly az előző évhez viszonyítva 8,1%-kal nőtt Magyarországon. Jellemzően az ügyfélkör a régebbi járműparkját cserélte új eszközökre. Az autóvásárlást azt is ösztönzi, hogy mostanra lezárták a kifutott deviza alapú forint hiteleket, és egyre többen mernek újra hitelt felvenni. Gyakorlatilag ugye alacsonyak a kamatok, a lakossági jövedelmek emelkedtek, tehát ha jól tudom, a reálbérek 8-10 szájkos emelkedésben vannak, és nyilván, hogyha több jövedelem van, az emberek többet költenek. Azonban hiába produkál hónapról hónapra pozitív számokat az autópiac, a hazai gépjárműpark életkora így sem tud frissülni. Továbbra is idősödik a hazai gépjárműpark, már több mint 14 év a hazai állománynak az átlagos életkora. Ugye több mint 3 millió autó fut az útjainkon, és ezeknek a frissüléséhez, az állomány frissüléséhez sajnos még mindig kevés az az autó, amit eladnak újonnan. Ugye idén a teljes piacon éves szinten nagyjából 140-150 ezer példányos eladást láthatunk. Ennek nagyjából a duplája kellene ahhoz, hogy ne nőjön a hazai átlagos életkor. Az elektromos autók iránt is megnőtt az érdeklődés, de ez még mindig a piacnak egy apró szegmensét jelenti. Az új autó eladásoknál alig 1-2%-át éri el, és használt autó esetén is alacsony számban vásárolnak elektromos autókat, de az adatok határozott növekedést mutatnak.